A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt a Gonosz Swift második évada. A fordított kormányt megtartottuk, de vittünk bele egy kis extrát is. Így van, ezt az autót már ketten fogják vezetni, automataváltós, és a pedálokat áttettük az utas oldalra, viszont a két pedált is felcseréltük. Ismét előre vettük fel az egész évadot, tehát a vendégek nem tudják, hogy mire számíthatnak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! A Gonosz Swift mai vendégei Hajnóci Soma és Pere Laci. Nem tudom, az autózás irányából, vagy inkább a szakma irányából indítsunk. Mert ugye mind a ketten kicsit a szórakoztatóiparban, nagyon a szórakoztatóiparban tevékenykedtek. Viszont én néztem a napokban egy videódat, és volt benne egy mondat, ami 10 évet várta, hogy elkészíthess, ami nagyon megfogott, hogy az a cél az előadás sorozata, hogy visszakerüljön a színház, visszakerüljön a bűvészet oda, ahova tartozik, a színházba. Ezt mondtad, és hogy mi volt az oka, hogy az kiesett onnan? Hát ennek több oka lehetett, de azt gondolom, hogy nem kapták meg a bűvészek azokat a megfelelő lehetőségeket, és valahogy hát, idővel kicsúszott onnan. Igazából színházban szerintem az előző évszázad elején volt meg az 1800-es évek végén a bűvészet. Aztán valójában, amíg működtek ezek a különböző ilyen varieté műsorok még itthon, meg ezek a, olyan, mint az Astoria Bar, ahol még lehetett úgy előadni a 90-es években, addig még félig meddig itt voltak ilyen esti előadások, tehát az sem már hagyományos értelemben, mert színház volt, és aztán pedig átcsúszott az egész bűvészet a céges rendezvények hálátlan világába. De most mi ezt visszaszuszakoltuk oda, ahol való a színházba. Ugye, aki mondjuk ugye a 90-es években volt gyerek, annak a bűvészet az mondjuk David Copperfield. Igen. Ő, amit ő csinált, az ő renoméja, az fölfelé vitte a szakmát, vagy inkább az egy kicsit még így lejjebb? Abszolút fölfelé. Nekem nagyon gyerekkoromban nagyanyám vette fel VHS kazira, ha már a 90-es évek gyerekei vagyunk, a David Copperfieldnek ezeket a TV specialjeit, és én rongyosan néztem. Tudom, amikor már így megremeg, amikor már 17-szer nézed meg. Igen. Itt pauzoltuk le a múltkor, tudom, mert itt gyűrődött be a szallag, ugye. Nagyon, nagyon jó volt Copperfield. Copperfieldban az volt a jó, hogy nyilván nem ő talált ki mindent, amit csinált, egy nagyon jó csapat állt mögötte, de nagyon jó előadó, és nagyon jól helyt tudott állni, mind ilyen mondjuk nagy színpadi illúziókban, mind kézügyességi számokban, a mai napig, amikor megnézem, annyira szépen mozgatja az ujját, mind a különböző ilyen publicity stuntokban, hogy mondjuk eltüntette a szabadságszobrot, vagy átment a kínai nagyfalon. Szóval, hogy a bűvészetnek minden ágában jól tudott működni. Nyilván mára már ő is egy picit elfáradt, aki kimegy, megnézi Las Vegasban, még mindig egy fantasztikus show-ja van, de hát a energy már azért nem az igazi, vagy nem az, ami 90-es években volt benne, de a bűvészet én azt gondolom, nagyon sokat köszönhet neki. Ez jó, hogy felhozod ezt, mert ezzel akartam tovább menni Laci irányába, hogy ugye az energia, hogy a visszatérő retro. Ugye a játékkocka, azok a játékgépek, amiket felújítasz, amiket megcsinálsz, ugye neked van egy nagyon erős kötődésed ezekhez az elektronikai eszközökhöz. Abszolút. Hogy kiforrasztani az EPROM-ot, aztán berakni egy működő tranzisztort és egyébek, hogy ez most szerinted egy fellángolás, hogy az emberek így elkezdtek ezekre a 80-as évekbeli eszközökre így rácsúszni, vagy ez egy olyan valami lesz, hogy mondjuk, ahogy az analóg órák visszatértek, és az emberek szeretnek analóg órát hordani a digitális korszakban, ez majd így velünk is marad? Ennek abszolút helye van. A mai világban pont erről beszélgettünk itt a konyhában, hogy a régi játékok azok teljesen mások voltak és másképp működtek. Beszéljünk akár számítógépes játékról, akár elektromechanikus egyéb játékokról. Tehát egy flippert vagy egy arcade gépet nem tudsz lemodellezni egy laptoppal vagy bármi egyébben, és megvan erre most is mind a ennek komoly piaca van, és ezekből a játékokból kiindulva például rengeteg megrendelést teljesítünk, akár most például a Spárnak dolgozunk, vagy a British Telecomnak, és igény van rá, hatalmas nagy igény van rá, hogy egy picikét az elektromechanikus, egy picikét a nehezebb, nem annyira intuitív és hozzásimuló megoldások felé mozduljanak el az emberek. Meg gondolom az is, hogy ennek van egy ilyen fizikai érzete, tehát amikor ott állsz a flippernél, akkor az csattog. Hogy amikor virtuális flippert gyártunk, ott is a gombegnyomás mellé van egy nagy szolenoid tekercs, ami csattan és durran, hogy érezd, hogy valamit csináltál, valami történt, és nem csak egy talmi álságos, bocsánat, hogy így a bűvészetről beszélek, hogy nem vernek át, ugye? Nem vernek át. Ja, én sem vertem át még soha senkit. Az nem volt átverés, mit?
És egyébként kanyarodva az autókhoz ott is ugyanez a történet, mert pont amikor nekünk is néző kérdezi, hogy valahol találkozunk, Laci, szerinted megvegyem-e ezt a 2016-os vagy 2018-as autót? Mondom, figyelj, az ottani flottám 4 autóból áll, 36 év az átlag életkor. Nem biztos, hogy te vagy a jó válaszok. Szerintem nem én vagyok a megfelelő. Azok az emberek csúsznak rá ezekre az eszközökre, akik gyerekként megélték és találkoztak ezekkel, vagy sikerül behúzni egy új közönséget? Érdekes, menő a retro? Hogy a retro az elindult, és mi is azt hittük, hogy ez csak egy fellángolás lesz, de nagyon-nagyon masszívan kitart. És nagyon, ez is például meglepő, hogy amikor volt ez a kiállításunk, ahol 74-től napjainkig az összes játékkonzol ki volt állítva és játszható volt, de jöttek oda osztálykirándulásra. És a gyerekeket az írógéptől lehetett a legnehezebben elhozni. És ez bennünk föl sem merült, hogy leültek, nyomtak egy gombot, megjelent egy kar, rácsattant a szalagra, és megjelent a betű a papíron. Ott ültek, és még be kell raknunk több írógépet is, mert az írógép volt a csoda. Mi ezt föl sem foghatjuk. Tehát mi azt hiszük, hogy a PS5-ből akkor azt letesszük meg a VR szemüveg, és hogy ezzel tudjuk őket lenyűgözni, de nem. De pont, hogy ez a normális neki. Igen. Ez a normális, és rengeteg olyan játékok, meg ráadásul ezeket a régi játékokat nagyon könnyen lehet építeni fényekből játékot. Van egy ilyen irányunk is, hogy nagyon-nagyon egyszerűen egy lecsikra lehet építeni 10 pályás főhősös játékot. Csak ugye itt is használni kell a képzelő. Igen. De abszolút menő a retro szerintem. Tehát, hogy nagyon sokban mindenben visszajön. Ezzel akartam visszamenni hozzád, hogy a te előadásaidon melyik az a korosztály, akit könnyebben tudsz behozni? Tehát azok az emberek, akik még a régi művészvilágnak a produktumait ismerték, vagy pedig azzal a fajta YouTube-os terjeszkedéssel, mert neked van egy hatalmas YouTube csatornád, amire nagyon trendi, nagyon jól vágott, szépen fényelt, de ezzel együtt beleélhető videók kerülnek föl, hogy ezekkel úgy azt gondolnám, hogy a fiatalokat is megfogod. Mi az uralkodó korosztály a ti szénátokban? Tehát mi ebben az Illúzió Mesterei eseménysorozattal kerültünk vissza úgymond a színházba, tehát hogy nekünk az volt a célunk, hogy megismertessük Magyarországgal az élő bűvészetnek a szórakoztató jellegét. Idén már több mint 50 városban voltunk, és jellemzően dupla, de volt, ahol 4 volt, ahol 5 előadással. És nagyon azt látjuk, hogy valószínűleg ennek az egész történetnek a sikere az, hogy nem egy korcsoportra vetíthető le az, hogy ez kit érdekel, vagy kit nem, hanem szinte mindenkit. Tehát 8 éves körtől 80 éves korig bárki eljöhet, és jól fogja érezni magát. Szerintem nagyon kevés az olyan színházi műfaj, vagy szórakoztató, vagy élő műfaj, ahol a mondjuk 40 éves szülő és a 6-8-10 éves gyerek egyszerre tudja ugyanolyan módon élvezni azt, amit látnak. Tehát ha elmentek egy gyerekfilmre, a gyerek élvezni fogja, a szülő nem annyira. Ha elmentek egy stand-up előadásra, de el se viszed a gyereket. Ha elmentek egy koncertre, nyilván ott is attól függ, hogy Rilus Milvosra, vagy mit tudom én, bárki másra mentek el, akit mondjuk csak a felnőtt ismer. De nálunk nincs ilyen korhatárbeli besorolás által ilyen szűrés, és szerintem pont ez a jó az egészben, hogy én tudok szólni egy fiatal gyerekhez is, és tudok szólni egy nagyszülőhöz is. Meg hát mindenkihez a kettő között. Szerintem az igazán érdekes kérdés itt a művészettel kapcsolatban, hogy ugye... Hogy csinálom? Nem szeretném, hogy előbb amúgy az lenne a világ legnézettebb YouTube csatornája, nem tudom, hogy van-e ilyen, hogyha valaki egyszer elkezdené lebontani, hogy hogy csinálja. Hát az állarcos mágus egyébként a 90-es években például ez volt. De hogy ugye a legegyszerűbb kártyatrükkök, amivel mondtad, hogy meg lehet tölteni 3-4 életet, mire az ember megtanulja a kártyatrükköt. És ugye itt nem van, a legegyszerűbbel, de... Nem a legegyszerűbben nyilván. A kártyatrükkök... így akkora szakirodalma, hogy igen. Igen. Így értettem, hogy mire az ember az egészet magáévá teszi. De hogy ugye itt van 2024, a digitalizáció, a kamera, a minden egyéb ilyen eszköz, ami megjelenik, hogy most már ezt is be tudod építeni. Vagy mikor jön el az a pont, amikor egy bűvész azt mondja, hogy nem, ezt nem csináljuk, mert ez innen már nem illúzió, ez innen már csak egy digitális csalás. Van ilyen pont? Hát szerintem van, és van, aki ezt kihasználja, ezt lehet jól kihasználni, meg lehet rosszul, de ott van például az Zekking nevű csávó, akit szerintem majdnem mindenki ismer, aki az internetbe fejest ugrott. Ugye ő csinálja ezeket a különböző egyértelműen videótrükkös és After Effects-es ilyen trükkös videókat, ahol mondjuk neki szalad és beleugrik a vonatba, ami már éppen távozni készült. Látványos és szórakoztató. Ez a lényeg. Látványos és szórakoztató. Nálunk arra kell vigyázni, hogy én, mint bűvész vagyok jelen, tehát mi nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy videótrükköket
ne használjunk semmi esetben sem, kivéve, hogyha nagyon evidensen, hogy mondjuk egy stop trükk, hogy eltűnök és megjelenek máshol, az, hogy oké, de ez a vicc kedvéért van. Mert az a baj, hogyha elkezdesz bármilyen jellegű videótrükköt használni, és erre rájönnek, mert ha százezrek néznek, valaki rá fog jönni, akkor elveszted a hitelességedet. És ennek, tehát egy-egy videó oltára nem lehet szerintem, vagy nem szabad feláldozni egy karriert, vagy tehát azért, hogy most egy nagyon jó effektet megmutassak, az nem éri meg. Úgyhogy én ott húzom meg a határt, hogy amit csinálok, az legyen tényleg hiteles. Ez videóban mindig egy kicsit nehezebb, mi ezért forgatunk sokat például celebekkel, ezért fontos az, hogy sokszor nézőknek bűvészkedünk. Ezért jó például nálam az is, hogy a Sóder Klubban például a szereplésnél egy rendes közönség van, mert az embereknek a reakciója, az a, főleg a celebeknél ugye az van, hogy ott meg van egy ilyen másik egyoldalú ismeretség és bizalom adott esetben a nézővel, hogy ők hitelesítik azt, hogy igen, ő ott ült, és ő is elhitte, ő is meglepődött, akkor nincs ebben valószínűleg kameratrükk, vagy olyan jellegű digitális csalás, ami ezt nem igazivá tenné. Tehát akkor ez egy eszköz, amivel tudsz fejlődni is, de akár így le is rombolhatod vele a... Hát ezzel lerombolhatod, de ugyanakkor a technológia változása szerintem minden művészeti ágban hoz újítási lehetőségeket. Ha csak más nem mondjak, ugye én a világbajnoki műsorszámban, hogy mobiltelefonokkal bűvészkedtem, 10 évvel előttem ezt nem tehette meg senki, mert nem voltak mobiltelefonok. De ugyanúgy mi fejlesztettünk egy csomó például bűvészappot okostelefonra, meg szóval így megnyílnak új kapuk is, és egy tök jó kreatív kihívást tud ez adni az embernek, hogy lehet ezeket az új technológiákat beépíteni egy olyan műfajba, ahol az illúziókeltés a cél. Mennyire jó, hogy valaki végre nem szídja a modern világot, hanem megmutatja, hogy ebben lehetőségek vannak. Laci, neked az autós múltad, mondhatjuk, hogy szerteágazó. A Roncsdelbi pályától induljunk? Hát indulhatunk onnan is, igen, igen. De most visszakanyarodtam a Roncsderbibe. Igen? Aha, tényleg a lányoddal? Harmadik voltam tavaly, úgy alakult, és most meg a lányom volt negyedik ütközésesben. Lányod ütközésesben önszántából, vagy te sugaltad ezt egy, neki? Az egy akkora átverés volt. Én mondtam a gyereknek, hogy gyere el, mert intézni, hogy be tudsz menni. 17 éves volt akkor még Johanna. És mondta, hogy nem tud eljönni sajnos, mert neki akkor válogatottja van, mert női baseballt játszik, és hogy ő sportoló. Amikor a versenynapján sétálunk, pályabejárás, és szólnak a többiek, hogy Laci, gyere, valaki akar beszélni. És mondom, most nem szeretnék, mert fontos pályabejárás van, de gyere, mert fontos. Megjelenik a lányom kezében bukósisakkal, másfél hónapja készült föl, ő festette a versenyautót, a csapat a hátam mögött megtanította mindenre, és hogy így körbenéztem, nem csak a csapat, az ellenfél csapatok is a depóban így bólogattak, és már ott voltunk akkor második napja. Tehát ott azért nem volt nagy buli este, hogy nehogy berúgjanak, hogy elmondják, hogy mi van. És az összes, az ellenfél is, mindenki tudta, hogy a lányom az meg fog jelenni, és már be van nevezve a versenyre, úgyhogy hát így, ez volt az átverésem. Zseniális. Ott te is versenyeztél vele? Most szeptemberben azt szeretném, hogy bemenjünk majd egy futamba, és ő nem szeretné, mert tudja, hogy tetőn fog pörögni, és igen, nekem is az a célom. Ezt mondtam neki, hogy igazad van. Ez amúgy egy tök jó felvetés. Neked szeretteidet, rokonaidat, barátaidat be tudod húzni abba, amit csinálsz, tehát hogy az önfeled hobbi részében nyilván nem a tartalomgyártásra gondolok. Hát nem. Meg tudod osztani velük ezt? Itt egy százas tedd, de... Nem esik egy nagyon vicces sztorit, pont most hétvégén voltunk itt Szekszárdon, és a Heyman pincészetnek ott a idősebb Heyman Zoltánnak a fia fiatalabbik, ő nagyon jó barátom nekem, a Zoli, és olyannyira, hogy még a hugommal is összeboronáltam, hogy néhány évre őket még korábban, de abból aztán végül nem lett semmi. És most átmentem megint a Zoliékhoz egy pár órára kávézni, és mondja nekem a Zoli, hogy hát a gyerekek náluk szoktak ilyen suma videókat nézni, és hogy az előző este odajött hozzá a fia, hogy figyelj, papa, itt ezt az 5000-est fel tudnád-e váltani 5000-esre? És kérdezte, hogy hát de miért, fiam? Hát, hogy holnap jön a suma, mondtátok, és hogy akkor tudna mindegyik 1000-esből egy 20000-est csinálni nekem. A financiális oldalra. Igen, hogy a gyerek leleményes volt, megragadta a lehetőséget, és akkor megjöttem, és mondta a srác, hogy na akkor, kiskomám, hát akkor itt kéne pénzt csinálni nekünk. Mondtam, hogy hát most nincs ott varázserőm, meg az eszköz, amivel ezt meg tudom csinálni. A videóinkben voltál. Igen, igen. De mielőtt elmentem, elővettem egy 2000-esbe, hajtogattam a kezembe, fogtam a srác 1000 forintosát, ugye el volt rejtve a 2000-es, összehajtogattam, kicseréltem, ugye ráfújt a kezemre, átalakult egy 1000-essé, a másikat sugyibe eltettem, elvette, kihajtogatta, ilyen csillogó szemmel, és azt mondja, wow,
köszönöm szépen, és elment. Mert hogy az ő fejében ugye tényleg átalakult az ezres egy 2000-essé. Én meg úgy voltam vele, hogy ha ez az ára annak, hogy az ő fejében tényleg megszülessen a csoda, akkor az megéri. Mindig ez a cél. És mondd, az autózást bármilyen szinten jelen van az életed, de helyváltoztatáson túl, vagy neked ez egy eszköz a feladat megoldására? Nem egy eszköz. Szóval az van, én nem vagyok egy óriási nagy autó, fanatikus. A keresztfilm apja egyébként ő Bóér Máté, aki fantasztikus autófotós, meg eléggé benne van ebben az autós közegben, és hát miatta úgy... Látod és érted, mi a jó. Látom és értem, hogy mi a jó. Vannak ilyen vargakanyok az életemben, pont beszélgettünk erre a 85-ös projektről, amikor egy hétig úgy értem, hogy 85-ben, akkor egy kis polszkit vezettem egy hétig. Tavaly a volt ez legjobb a... anyagot hallod, de hát ezt imádom. Fantasztikus volt, borzasztó. Tehát nekem, amikor kiderült, hogy a szüleim egy kis polszkival mentek ki gyerekkoromban. Kis polszkival, családok jártak be Európát. Igen, kimentek, érted, tehát Belgium vagy Brüsszelbe kimentek négyen egy kis polszkival, az nem egy utazás, az egy extrém sport. De hát tényleg. Kicsit a világ is lassabb volt talán. Hát más volt, na jó, de... Szóval mindegy, tehát hogy így vissza-vissza jönnek a kocsik az életemben, volt ez a 100 forintos házprojekt, ott az egyik, amikor 100 forintból vettünk egy házat szép lassan, és ezt odaadtuk egy rászoruló családnak, ott az egyik lépcső fokában ennek a projektben vettünk egy Porsche 924-et, egy 87-es Porsche 924-et. Azért az most már egy erősen vágyott tárgy. Igen, és ez egy nagyon érdekes megérés volt nekem. Én igazából szeretem egy kocsiban, hogyha kényelmes, szeretem, hogyha kiszolgál, de abszolút nem vagyok csak úgy vele, hogy ez nem az lesz. Igen, ezt már érzem, hogy itt lesznek problémák. Nem ezzel megyünk haza szerintem. De becseréljük az Arteonra. De nem hiszem, hogy az itt vagy nem cserébe. Szóval szeretem azt, na, tehát szumma-szummárom, hogy szponzorkocsim is sok volt évekig, de most oda jutottam, hogy szeretem azokat a kocsikat vezetni, amit én szeretnék vezetni. Mm-hmm. Tehát nekem ad egy örömöt. Nekem ad egy örömöt, hogyha meglátom azt a kocsit, amit én választottam, nekem ad egy örömöt. Azt érzem, hogy van egy ilyen kapcsolódásom vele, és én például most egy Arteont vezetek, én nagyon szeretem, tehát nagyon elégedett vagyok vele. Ez egy nagyon szép vonalú autó, és jó vele utazni. Láttátok a pályát, láttátok a Suzuki-nkat. Mm. Van esetleg stratégia, van esetleg terv arról, hogy fogjátok teljesíteni ezt? Hogy lenne, hát valami ordinári átverés van benne, tehát erre nem lehet felkészülni. Ugye a túlélés záloga az alkalmazkodó képesség. Be lehet nézni? Nézzetek be. Aha. Ott pedálok rögtön. Igen. Pedálok igen. A másik oldalt vannak. Igen. Ja. És biztos, hogy van még benne valami csavar, ez egyik az ablakmosó, és a gomb lesz a gáz a váltón. Így minden át van húzalozva valahol máshol. Szerintem biztos. Én azt mondom, hogy derüljön ez ki a kamerák előtt. Jó. Melyik ötök kezdeni a kormánnyal, melyik ötök a pedállal? Kőpapírolló, aki nyer, az ül a kormányhoz. Oké, vigyázz, ez ugyan el van törve, tegnap törtem el. Jó. Kőpapírolló. Oké, tiéd a kormány, enyém a pedál. Laci. Új, de szépek vagyunk. Na, sok szeretettel köszönti a győztes csapat az idei legjobb idővel a kedves nézőket. Mi volt a neve? Gonosz Suzuki? Vagy Gonosz Swift. Gonosz Swift. Itt a Gonosz sorában. Itt kilóg egy rally. Az nem kell semmit csinálni. Nem ismerek. De hát ott kilógott, látod, hogy... De mindegy, te neked a lábadat nem kell használni, úgyhogy... De várjad, a kormány sem olyan, mint gondolod. Igen, más irányba forogni. Aha, igen. Aha, és itt is izé. Figyelj, ez a gáz, ez a fék. Elemezünk, igen. Hát P-be, és be kéne indítani az autót. Jó. P-be. Oké. Okay. Ja, de nyomd a gáz, mert ez karb is. Pici gáz. Aha, ez a gáz. Okay. Fú, de mindfuck. Ez ilyen teljesen jobbal agypéltek. Ez olyan, mint a kitartunk egy sárkányt, amelyik nem megharap, hanem a farka az LSD-ben van már, tehát betrip sárkány, tudod, megszúr, és egy sarokban így fekszel, na ez az körülbelül. Kíváncsi vagyok, ez megy előre. Aha. Hopp, fék. Oké. Na, ez. Hát látod, már relét visszaraktam a helyére. Jó. Én is el. Na, jó. Egy kicsit hátrébb megyünk, jó? Nem, még előre kéne jönni. Ja, még előrébb. 3, 2, 1, rajt! Mehet. Várj! Hó! Na, akkor állj! Várj! Az irány! Oké! Jó!
Várj, most balra megyünk, tehát jobbra teker. Jobbra teker. De szegény jobbra tudom, hogy sincs rá, hogy vártad. Erre. Másik. Jó? Figyelj. Drive. Jó, először lassan menjünk, az a fontos. Jó, ez ilyen bejárós kör. Igen, lassan megyünk, oké. Okay. Jó. Kis gáz, kis gáz. Oké. Okay. Én fogom elvenni a piát, jó. És aztán... Oké. Okay. Figyelj. Jó. Ne állj! Hol van rád? Az a kipaj szája. Jó lesz? Jó, oké. És akkor várjál, most erre kell tekerni, ugye a kormány? Ez egy sajtburger és két krumpli, köszi! Jó, rend. Ez az? Így. Hopp. Én nem látok semmit, jaj! Figyelj, jó lesz? Jó. Picit. Ne, azt meg le kell tenni. Jó, bazd meg! Várjál, oké. Most. Jó? Ja, várjál. Neutral, reverse. Ez az. Jó. Király! Sziasztok! Jó? És akkor most? Lassan! Hoppá! Baszd meg, rossz pedál! Itt rendet kell raknunk, hallom? Hoppá, baszd meg, rossz pedál! Jó, várj! Oké. Teljes mindfuck! El! Jó, el! Igen! Jó, lassan! Jó, lassan. Oké. Okay. Jó. Jó? Oké? Okay. Ez az. Ez az. Mennyire tartunk? Ilyen 5 perc 20 nálógyjából? Arról kell, vagy erről? Mindegy most már! Állj! Várj vissza! Itt a másik. Oké? Okay. Jó, most jó. Ez lesz a jó. Ez az. Hát ezt most már szétszedjük valahogy. Oh. Várjál! Ennyi! Ez a várjál! Mi volt az eddig legjobb idő? 1:05. Szórakozni jöttünk! Ez az! Ki veszi ezt komolyan? Micsoda hülyeség! Na, ki volt? Szuprás Geri! Eremes Geri! Ó! Oh. Dezsővel! Bizony! Egy kis taktikát kell itt, úgy érzem, csiholni. Szerintem egy picit vadállatmódon kezeltem ezt a gáz meg ezt a fékpedált. Érzésre? Igen, nem azt mondom, hogy az én hibám volt ez a 72 hiba, de azért nem segített az, hogy itt kezdtem a dolgokat. Én azt mondom, hogy úgy próbáljunk meg, mert fél perc alatt csak eljutunk oda, nem? Persze. Nem szeretném megszakítani a csoport megbeszélőt, van kedvetek rajtolni? Mindjárt. Na, tehát, hogy kélek, akkor... Kélek, ne zavar, jó? Tehát akkor az a lényeg, hogy lassabban. Te most már ezt érzed, ugye? Így nőttem föl. Gyerünk. Szeretnéd egy héttel hamarabb nézni a Gonosz Swift epizódokat? Gyere a Patreonra, támogass minket, és már most megnézheted a jövő heti részt. 3, 2, 1, rajt! Jó, csak így lazán. Figyelj, ez most jó. Patika lesz, penge. Okay. Nulla hiba eddig. Ez az. Jobbról vesszük az Eneososat, balról vesszük. Okay. Itt egy kicsit bátrabban megyek, gyere. Ez nagyon jó. Gyere. Figyelj. Faszom. Más irány. Okay. Nem baj. Oké. Gyere úgy. Ez az. Oké. Jó. Ugye jól. Ez az. Milyen rend lett itt, láttad? Ugye? Azt a mindenit, fújj a szél! Közvetlen, jó. Mellé menj be! Figyelj! Vissza! Ez az, hoppá, mekkora királyok vagyunk! Várj! Kicsit előre megyek! Így, jó! Figyelj! Visszamegyünk! Vissza! Hopp! Várj! Ott van, várj! Figyelj, most már! Ez az. De legalább nem hagytad sebességben, amikor kiszállsz. Oké. Okay. Figyelj, okay. Menjünk. Oké. Okay. Várj. Oké. Okay. Várj, irány. Ez az. Jó, kikerülöm. Jó, oké. Jó. Ez az. Jó, nagyon jó. Gyere, szépen csinál, gyere. Nagyon jó. Vissza a kettes padlógáz, nagyon szép. Ez az.
Kicsi jobb, óvatos bal, éles jobb, sunyi bal. Jó, és akkor most melyik oldalról megyünk? Erről megyünk. Erről megyünk. Figyelj, itt óvas. Ez az. Ez az, ösme. Tekerd, tekerd. Ez az. Tekerd. Ez az, mehet, tekerd. Nem tudok. Ez a figyelj, odalépek. Figyelj, gyere. Az. Hoppá. Na. Te beraktasd, gyerünk haza. Várjál, megint kirakom pénzt. Semmi baj, azért vagyok. Hát látom. Jön a pusztító harmadik kör. Kész rász, Mátékám, ezt a te kedvedért itten leverünk mindenkit a végső roundba. Jók leszünk, varázslatos produkció. Annyira örülök, hogy tetszik, de tényleg. Figyelj, én most viccen ki, hogyha nem három lehetőség lenne, én valószínűleg a napnyugtáig ebben itt baszkodnék. Pont ezt akartam mondani, hogy nem lehet ráhúzni. Van ilyen repeta? Az biztos. Nyilván rá lehet, Na. Én is hallom. Figyelj. Vörös kettes, itt vörös ötös. Kobra egy, kobra kettő. 3, 2, 1, rajt! Gyere. Szép. Figyelj. Hopp, könnyekbe. Hetsz. Megérkeznek a mannám, én feladatod, az asztalt meglökték és felborult a szűző, de nem esett át. Rüki! Jó. Nagyon meleg, ma nem iszok majd. Ez az. Mi az, hogy a második hiba? Milyen második első? Fék? Gyere. Jó, szedd el. Gyere, mehetünk előre. Várjál, ezt leteszem. Jó. Oké, gyere. Oké. Figyeld, meg vagy. Jó. Oké. Okay. Az ideális évet nézem. Állj, lassan! Fék! A kurva! Nyomtam a kuplungot! Fék? És előre! Gyere, baszast! Nyomjad! Come on! Nyomjad! Itt a cél! Az de még megyünk neki egy kicsit. Így. Jó, hogy te is kipróbáltad. Na most! Ott már nem számít, ott már letámaszthatod. Na. Előtte arról szeretnék beszélni, előtte... Nem. Na. Szóval, 1.35. 36, tehát közeledtek, meg lett a jó taktika így a végére, viszont volt 3 hiba. Milyen 3? Hát ugye itt egy kicsit megigazítottátok ott, aztán a visszatérdéstél megigazítottátok ott. Videóvart szeretnék most azonnal kérni, ez... Van. De az asztalhoz csak éppen hozzáértünk. Igen? Hát a tükörbe csukódott. Megkérdezem a pályabírót. Dani, az asztalt arrébb tolta, vagy csak érintette? Csak érintette. Arrébb tolta. Csak érintette. 2-1. Meséljetek, hogy most akkor mi volt az ideális felállás? Én ezt vinném a városba is. A várost is vinnéd? Igen. A várost is vinnéd vele. Figyelj, szerintem egyébként így retrospektív, így jobbak voltunk. Ahogy a harmadikat csináltuk. Szóval én jobban éreztem szerintem ezt a jobbra varrát. Én pedig a pedálokat. Lehet, hogy így kellett volna kezdeni, de hát... Így kellett volna kezdeni, mindegy. Tehát itt látszik, hogy valójában itt az elsőből jobbat csináltunk, mint a másik kettőből összesen, vagy nem tudom. Az van, hogy nekem ez a jobbra tekerem balra megy, és fordítva, ez abszolút nem mindfuck. Tehát valahogy így csak azt mondom, hogy erre kell tekerni, és arra megy, és rögtön átmegy az olyan. A pedálnál az, hogy én azt, mert a két lábbal nyomtad, azt figyeltem, én azt mondtam, hogy jó, egy lábbal, és valahogy az ott néha, tudod, így meg akarok állni, és elindulok, mint egy vadállat, az nem volt jó. Ezzel próbáltam meg kikerülni azt, hogy fordítva van, hogy két láb. Lehet, hogy jobb lett volna az úgy. Ez a belekuplungolás, ez itt mi volt, amikor fordítva? Az is volt belekuplungolás. Az utolsó automata váltós kocsimat eladtam azt hiszem 10 éve. Az volt, amely tesztautó volt nálam, ugye meg villanyautók automaták, tehát én nem úgy krehácsokkal járok. És... Egyébként zseni. Én ezt nagyon adom. Tehát ez...
Ez csillagos hatos. Ez a tökéletes csapatépítő eszköz. Igen. De valami megszólalt a futóműben, miközben a rendet raktuk kint. Ne foglalkozz vele. Van. Jó, rendben van. Én ezt láttam. Azt láttam. Hát meg az ugye, hogy ugye hozzáértünk az asztalhoz, és ugye aztán a szél megfújta. És az arrébb rakta. Az arrébb rakta, és akkor így mínusz 10 pont, vagy másodperc. Lenne majd itt a pályabírók terén némi fejlesztési igény. Mindegy. Mindenhova kitesz a fogadó. Nem kell egy optikai támogató? Csak nem tudom valami, mert hogy nem látnak. Mindenféle támogató jöhet. Jó, ha rendben. Pénzzel támogasson, a többit az meg nézzük. Meg szemüvel. Ez az, nézze. De lássátok is, hogy nem arrébb rakta. Beszéljünk már picit a jövőről. A YouTube-os láb támogatja a műsorsorozatot, vagy a műsorsorozatnak a folyamánya a YouTube tartalomban? Minden mindennel összefügg. De tényleg. Tényleg azon, hogy itt ez a Cinematic Universe. Igen. Igen. De hogy hát, azt látszik, hogy a kreativitás, meg hogy az, hogy oké, művészet, de hogy nem végtelenül kötött, hanem ott van a jótékonysági program, ott van, amikor celebekkel találkozunk. Az azért van, mert én nem azért kezdtem el, tehát hogy az, hogy a YouTube, az hát nektek mondom itt, de ti is tudjátok, indokolatlanul sok munka. Tehát ez nem egy, ha valaki nem némította le a telefonját a forgatásra, micsoda amatőr, tintalan. Tehát az van a YouTube-bal, hogy YouTube-ozni igazából úgymond nem éri meg, tehát főleg egy ilyen pici országban, akkor lehet YouTube-ozni, ha imádsz YouTube-ozni, hogyha imádsz videót készíteni, imádsz vágni, tartalmat csinálni. Ti ezt nem azért csináljátok, mert ez annyira nagyon megérni első körül, hanem imádtok kocsikkal foglalkozni, imádtok játszatni, imádjátok ezt az egészet gyártani, ami látszik is, ez tök jó. És nálunk is az van, hogy én nem azért kezdtem el YouTube-ozni, hogy majd marketingelem magamat, mert én gyerekkorom óta, egyébként régebben, mint bűvészkedni, imádok videót gyártani. Tehát világosítani, hangosítani, vágni, minden. Te vágod. Igen. És igazából ez van a YouTube-ban, meg azon az előadások, hogy mivel hogy a YouTube volt, ez segített nekünk az előadásban, meg nyilván az én hírnevemben, de hogy minden, mert előadások meg visszahatnak, lehet, hogy többen elkezdenek nézni minket emiatt, ott van a TikTok, ott van a YouTube, ott van az Insta, ott van a Facebook, ott, szóval az egész egy ilyen keresztbe kasul minden, ugye írtunk könyvet, az is segíti egyik a másikat, most nekem szeptemberben jelenik meg az új könyvem egyébként, ami egy más jellegű könyv lesz, tehát nem egy ilyen bűvész tanítókönyv. És én a kicsit a társasjátékosat is fejlesztek meg. Szóval, hogy az van, hogy szerintem itt az én részemről az volt, hogy van a Soma brand, így csúnya szóval, és minden, amit én csinálok, azt szerintem azt gondolom, hogy látszik, hogy szívből, szeretetből csinálom, és ezek így segítik egymást. Tehát, hogy szerintem nálam nem feltétlenül csak amiatt iratkoznak fel az emberek, hogy bűvészrüköket nézzenek a csatornán, hanem hogy nézik azt, ami kimászik a fejemből, és ilyen volt a 100 forintos projekt, ilyen volt, akkor 85-re visszamentünk, ilyen volt egy csomó minden más, ami nem feltétlenül kötődik nagyon közel. Valószínűleg pont ettől jó nézni, hogy nincs ízlettségszaga. Hát örülök, hogyha így tűnik kintről. Ugye ezt mentről nehezen tudom megítélni. Belülről rengeteg ízlettség van általában, de az a jó, hogy ezt a néző nem látja. Érdekes, tehát akkor tudatosság nem volt benne, de mégis egyszerűen összeáll. Óriási tudatosság volt benne. Tehát, hogy mindent. Tehát, hogy a mai napig az, hogy milyen videót készítünk el, meg kell, hogy legyen, hogy milyen lesz a thumbnail, meg kell, hogy legyen, hogy milyen lesz a cím, anélkül a scriptet kell írni. Tehát, hogy nem erre a fajta tudatosságra céloztam, hanem hogy ahogy az egyik produkció támogatja a másikat. Hát bizonyos szempontból van tudatosság, tehát hogy a mai napig, sőt egyre inkább vannak olyan projektet, amiket szívesen csinálják, de lehet, hogy más szívesebben megcsinálják, de azt, hogy mondjuk ápolni kell a YouTube-ot, nem tehetem meg, hogy egy évre eltűnök. Most is voltak egy-két ilyen neccesebb, ilyen fél év, amikor nagyon elvitt mondjuk a céges teendők vagy az előadások, de hogy tehát hogy az, hogy kell gyártani a kontentet, egy annyira ilyen tekintetben hálátlan korban élünk, hogy olyan content dumping folyik mindenhonnan, hogyha eltűnsz, nagyon gyorsan el tudsz sajnos sikkadni, vagy tehát, hogy most nem azt mondom, hogy elfelejtenének az emberek, de ahhoz, hogy folyamatosan fönt legyen, meg nézzenek az emberek, folyamatosan gyártani kell az új és új kontentet, és ez nehéz. Hát ez mindenki, ezt is látjátok, gondolom, hogy ez nem könnyű kiégni. Nagyon könnyű kiégni, tényleg. És Laci, neked ugye van saját vállalkozásod, és emellett pedig szerepelsz ugye a Speedzone-ban, mint előadó, univerzális ember, poliészter. Hát igen, gonzo poliészter, inkább ezeket. Gonzo poliészter. Igen. De hogy ebből el fog jönni az a pont, amikor választani kell, vagy neked ez így tökéletes, hogy megosztod a kettőt magad? Nekem el kell telni egy időnek, mert a szüleim, meg a családi vonal az engem mindig a mérnöki pályára predesztinált, és apám is, hogy könnyipari mérnök legyek meg. Én mindig ez a műszaki vonal, és én ezen az vonalon is indultam el. Aztán utána kiderült, hogy pont annyira van kreatív és művészeti oldalam is, mint amennyire a mérnöki oldalt belém verte az iskola. Ezért vagyok egy olyan vékony vonalon,
amin tök jól tudok alkotni mind a két irányba, de mind a kettőre szükségem is van. Uh-huh. Tehát nekem az nagyon kell, hogy elromlott dolgokat meg tudjak javítani, nekem kell a fizikai alkotást kitalálni, megépíteni. Igen, valamit megálmodok, és akkor megrendelő igénye szerint olyat csinálunk, ami még soha nem volt, mint például ilyen átmérőjű kvarcjáték a falon. Amin 3 napig azzal szórakoztam, hogy olyan legyen a gomnyomás érzet, mint az igazi, ami a kezedben volt. Nekem ez nagyon fontos. A másik oldal pedig megint csak fontos, mert tudod, vannak ezek az exhibicionista emberek, tudod, és hogy kell valamit nekem is alkotnom, és ráadásul pont úgy, hogy nálunk a Speedzone-nál mindenkinek megvan a saját maga karaktere, és senki sem akar olyan lenni, mint a másik, nekem megvan a saját kis... Hát ezt téged nagyon nehezen vádolhatnánk azzal, hogy olyan lennél, mint más. És emiatt ez a két dolog, ez rettentően jól működik egymás mellett. Aztán most van az, hogy rengeteg olyan közéleti kis pamflet, kis párflekkes sztori van bennem, amit majd valahol mindenképpen kell publikálnom, de ez majd a jövő. De nálad is az van igazából, hogy úgymond ez a minden segít minden más, hogy az egyik lábad segíti a másikat előrelépni, és igen, itt a verza. Igen. Bárcsak 24 órából több lenne egy nap. Hát lehet csinálni, csak aztán eljön majd az elszámoltatás ideje, amikor ki kell aludni magad. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Borzasztó. Köszönjük a meghívást. Egy dolgot szeretnék megkérni tőletek. Rakjunk rendet? Nem, azt majd megoldjuk. Ezt a géptetőt szeretnénk egy jótékonysági árverésen elpattintani, mint az előzőt, és szeretném, hogyha az aláírásotokkal növelnétek a géptető értékét. Úgyhogy tiszteljétek meg. Nektek tetsző helyen valahol itt a logóban. Mi voltunk az elsők. Ne felejtsd odaírni majd az időnket, ugye, hogy 0.50. 0.52. Azt te írd oda, hogy nehogy azt mondják, hogy mi írtuk oda. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek. Iratkozzatok fel, csengő like, jövő héten folytatjuk. A Gonosz Vív következő párosa Piskolti Kevin és Kev Zozó.